Sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Ezen a csatornán különféle bűneseteket gyűjtök össze a világ minden tájáról, ezeket feldolgozom, és mutatom be nektek részletesen. A mai téma azzal fog foglalkozni, hogy hogyan hozott nekünk egy szindrómát egy 1973-as bankrablás Stockholmban. Na de kezdjük is az elején, hogy mi is az a Stockholm-szindróma. A Stockholm-szindrómát úgy definiálják, mint egy érzelmi reakciót, amely egyes bántalmazások és túlszok áldozataival fordul elő, amikor elkezdenek pozitív érzelmeket táplálni bántalmazójuk vagy fogvatartójuk iránt. Biztosan hallottatok már a Stockholm-szindrómáról, és tudjátok, hogy van valami köze az emberrabláshoz, és hogy az áldozatok beleszeretnek a fogvatartóikba, de hogy az egész, hogy honnan alakult ki, nos, ez egy 1973-as, bankrabláshoz kötődik, ami Stockholmban történt. A mai rész erről fog szólni. Nos, hogy megértsük, hogy mi is ez a szindróma, tudnunk kell, hogy mi történt Svédország fővárosában, Stockholmban 1973. augusztusában, amikor egy bankban 6 napra 4 túszt ejtettek. A mai részben utána járunk, hogy kik voltak a rablók, hogy mi történt a túszokkal, és hogy mi volt olyan példanélküli, ami miatt kialakult ez a szindróma. 1973. augusztus 23-án egy férfi átsétál az utcán, besétál a bankba, az intézmény legforgalmasabb óráiban. A bank Stockholm előkerő Norrmalmstorg terén volt. A férfi tapasztalt volt szépek feltörésében, hiszen pont 3 éves börtönbüntetését töltötte lopásért. Távozási engedélyt kapott, de annak lejárta után nem tért vissza a börtönbe. Tehát egy szökött elítéltel van dolgunk, akinek az egyik kezében géppisztoly, a másik kezében egy aktatáska volt, ami tele volt lőszerrel, robbanószerrel, kötéllel, zoknival, napszemüveggel, rádióadóval, késsel és egy rádióval. Elővette a fegyvert, és pár lövés leadott a plafonra. A bankban minden leállt hirtelen, mindenki lefagyott, hogy mi történt. Rémülten nézték a lövöldöző férfit, aki egy barna parókában volt, nagyon ki volt sminkelve, egy játékboltban szerzett szemüvegben volt, aminek volt szemöldöke és bajusza is. A férfi átvette az irányítást a bank felett, és angolul felkiáltott, a buli most kezdődött. A nyomozók később megtudták, hogy ez az angolul idézett mondat egy szabadlábon lévő elítéltről szóló amerikai filmből származik. A rabló Jan Erik Olsson egy nagyon ügyes, 32 éves svéd bűnöző volt, aki amerikai akcentussal tudott angolul. Ő olyan ember volt, akinek volt egy terve, és a tervének a részét képezte az, hogy lesz egy rablótársa, aki viszont még a börtönben ül. De Olsson meg volt győződve arról, hogy rablótársával hamarosan fog találkozni. Jan a rádióját egy bankpénztáros pultjára tette, és rockzenét kezdett el rajta játszani teljes hangerővel. Adott egy kötelet egy könyvelőnek, hogy kötözzen meg egy női alkalmazottat, Christine Ann Markot, aki gyors és gépírónő volt a bankban. Ahogy a nő az oldalára fordult, egy másik megkötözött nőt is észrevett, ő volt Birgitta Lundblad. A könyvelőnek meg kellett kötözni egy másik női alkalmazottat is, ő pedig Elizabeth Oldgren volt. Az egyikük anya volt. Olsson azt kiabálta, hogy beszélni akarok a rendőrséggel. Ekkor, délelőtt 10 óra 30 körül, a rendőrség már tudta, hogy baj van a bankban, hiszen a néma riasztó már jelzett nekik. Morgan Rylander, egy őrmester, bement a bankba, és látta, hogy a padlón elszóltan feküdnek az ügyfelek, az alkalmazottak, a megkötözött túszok. Szembenézett Olssonnal és annak géppisztolyával, és a két svéd elkezdett angolul beszélgetni. Olsson megkérdezte, hogy maga magasrendű rendőr tiszt? Az őrmester válaszolt, hogy nem, de hozhatok egyet. Oké, csináld, mondta Jan, és elküldte ezzel az őrmestert. Miközben Rylander a második emeleti telefonhoz ment, addig megjelent egy másik rendőr is, Ingemar Warpfelt, nyomozó revolverrel.
Miközben azt mondta Orsonnak, hogy dobja el a fegyvert, Orson rálőtt a nyomozó kezére. Amikor Rylander visszajött a telefonálásból, Orson azt mondta neki, hogy kezdjen el énekelni. Rylander ezt meg is tette, a magányos cowboyt kezdte el énekelni. Orson ezután azt mondta Rylandernek, hogy tisztítsa meg a bankot a nem kívánt emberektől. Mind ügyfelektől, mind alkalmazottaktól, akiket ugye nem ejtett túlszul. A három megkötözött nőnek viszont maradnia kellett. Tehát benne maradt Christine, Elizabeth és Birgitta. A főrendőr, akit Orson keresett, Sven Thorander, rendőrfelügyelő, egy 56 éves ezüsthajú férfi volt, aki semmilyen tiszteletet nem kapott a bűnözőtől. Miután Sven bebizonyította, hogy semmilyen fegyvert nem hozott magával, így Orson beleegyezett, hogy megkezdjék a tárgyalásokat. Azt mondta, ahhoz, hogy elengedje a túszokat, szüksége lesz néhány dologra. Első számú követelése az volt, hogy hozzák el neki a bűntársát, de még aznap. A bűntárs Clark Olofsson volt, aki egy 90 mérfölddel arrébb lévő börtönben ült. Éppen a 6 éves börtönbüntetését töltötte, fegyveres rablásért és egy rendőr meggyilkolásában való részvételért. Olofsson ismert szabaduló művész volt, egyszer volt, hogy még Libanonig is elért. Második számú követelése 3 millió svéd korona, ami olyan 710 ezer dollárt tesz ki, ezen felül két pisztolyt, egy gyors autót, amin el tud menekülni a túszokkal együtt, és mindegyiküknek kért sisakot és golyóálló kabátot. Ezt mind a rendőrségnek kell biztosítani, és hogyha bármi történik velük, akkor ezentúl ez már a rendőrség felelőssége lesz, mondta Olson Thorandernek. Később, amikor Olson már rács mögött volt, azt mondta egy újságírónak, hogy biztos volt abban, hogy a követeléseit elfogadják. És az, hogy miért volt ennyire biztos, nos két dologra támaszkodott. Az egyik az, hogy a svédek idegenkednek az erőszakkal szemben, a másik pedig, hogy pont egy nemzeti kampány volt, és remélte, hogy akkor az ügyét jobban felkapják és teljesítik a követeléseket. Azzal érvelt, hogy nála életek vannak, cserébe a vagyonért. Hát mi lehet ennél értékesebb? Thorander ismertette a követeléseket a felettesével, aki pedig felhívta az igazságügyi minisztert. A válasz nagyon határozott volt, ami azt mondta, hogy Olson semmilyen körülmények között nem hagyhatja el a bankot a túszokkal. Amikor Thorander megkérdezte Olsont, hogy elcseréli a túszokat, akkor az elítélt torkon ragadta Elizabethet, és fegyvert tartott a bordáihoz. És ekkor elkezdődött ez a hosszú, gyötrelmes hat nap. Hat nap alatt nagyon sok minden történt. Robbanószereket helyeztek el, könnygázt vetettek be, és a túszokat majdnem felakasztották. Ez a hat nap egy háború volt, az egész ország feszülten figyelte az eseményeket, hiszen a média, amit lehetett, mindent közvetített, ezért ez az eset bankdrámaként híresült el, Olsont, mint a rabló emlegették. A rablás első napján, délután 4 órakor, Olson első követelését kézbesítették. Egy jóképű, szakállas, 26 éves férfi lépett be a bankba, egyenesen a cellájából. Clark Olofsont kiszabadították a bilincseiből, és a bank első emeletére küldték, hogy találkozzon Olsonnal. Clark zavatnak tűnt, és megkérdezte Olsont svédül, hogy mi folyik itt. Úgy tűnt, nem ismerte fel régi társát a börtönből. Ó, te vagy az, mondta végül, és mind a ketten nevettek. Egy magánbeszélgetésbe kezdtek, távol a túszoktól. A rendőrség nem tudta nem észrevenni Olson hirtelen megkönnyebbülését, miután Clark megérkezett. Nem kiabált már olyan hangosan, mint korábban, és eloldotta a túszokat is. Nem volt világos, hogy Clark segítette a régi cimborájának a rablás kitervezésében, de Olson a rablás megelőző hetekben elbújt Clark barátnőjének otthonában, a nő Clark gyermekével volt terhes. Clark közvetítőként működött Olson és a rendőrség között.
Az első két napban telerakott egy pénztárfiókot robbanóanyaggal, kivette a biztonsági kamerákból a filmet, és elégette, és gyakran fürkészte a bankot, hogy nem találnak-e nyomokat beszivárgó rendőrökre. A kutatása során Clark rátalált Svenre, egy 20-as évei közepén járó férfira, aki egy szobában bujkált. Clark nem tervezte, hogy elengedi Svent, így ő lett a negyedik túsz, csatlakozva a három nőhöz. Clark első szavai Svenhez azok voltak, hogy nincs szükségünk hősökre. A harmadik napon, szombaton, Olson próbára tette Svent, aki azt mondta, hogy tudja, hogyan kell géppuskát kezelni. Olson úgy tett, mintha aludna, miközben a géppisztolya, amit My Lawyer az ügyvédemnek hívott, az ölében lógott. Svent csak pár centire volt a pisztolytól, de nem mozdult. Amikor Olson a bankban mozgott, a túszait a közelében tartotta, tudta, hogy a háztetőkön és az utca túloldalán is éles lövészek vannak, mesterlövészek, és bármikor leszedhetik, ezért tartotta maga körül a túszait egy pajzsként. Egyik sétája során, a túszokkal együtt, Olson lőtt néhány éles lövészre a parkban. Később azt mondta, hogy ezzel bizonyította, hogy bármire képes, és a túszokkal együtt elhagyja a bankot. A bank ablakán keresztül egy kék Mustangot látott, a keresett menekülő autóját. De tudta, ha nincsenek vele a túszok, ez nem lenne más, mint egy csapda. Olson nem volt bolond, a rendőrök valóban elrejtettek egy radart a Mustangon. Ezt a híres Mustangot 1970-ben újonnan vásárolta meg a brazil nagykövetség. Egészen 1971 őszig az övék volt, amikor Kent Svensson rendőr megvette az autót. 1973-as bankdrámánál Kent szolgálatban volt, és többek között lent volt az ostromlott páncélteremnél, ahol lelőtték, de szerencsére túlélte. Amikor a rablók gyors menekülőautót, BMW-t, majd Mustangot követeltek, amivel elhagyhatják a helyszínt a túszokkal együtt, akkor ezt az autót Kent biztosította, felajánlotta a szinte vadi új Mustanget, amely azonban soha nem került használatba. Stockholm külvárosában is útlezárásokat állítottak fel, a főváros két repülőterén pedig extra őröket helyeztek ki. A Mustang kulcsai azonban még mindig a rendőröknél voltak. Amíg a kormány ragaszkodott a fegyveréhez, Olson úgy döntött, hogy a földszinti szépben helyezi el a főhadiszállását, a rendőrség pedig a fentebbi emeleten alakított ki saját bázist. A Trezorban nem volt lövöldözés veszély, WC-k voltak a közelben, a lépcső pedig csevegő lépcsőként szolgált Clark és Olson számára, hogy ételt tudjanak rendelni, vagy a rendőrökkel tudjanak kommunikálni. A szép nyomasztó tulajdonsággal bírt, amit Olson már a kezdetekkor felismert. Egy órával az új bázis a költözés után Elizabeth arról panaszkodott, hogy klausztrofóbiája van. Olson tehát egy körülbelül 9 méter hosszú kötelet tett a nő nyakába, pórászként, hogy az elmehessen sétálni. Nem tudtam messzire menni, és pórázon voltam, amit ő tartott, de szabadnak éreztem magam. Emlékezett vissza később Elizabeth. Emlékszem, azt hittem, nagyon kedves tőle, hogy elhagyhattam a trezort. A fogvatartott hálás volt a fogvatartójának. Ez volt az első magja a Stockholm-szindrómának. Egyszer, amikor Krisztin és Birgitta a mosdóba mentek, a rendőrség óvatosan, diszkréten megkérdezte tőlük, hogy hány túsz van. Megmutattam nekik az ujjammal, mondta Krisztin. Árulónak éreztem magam, nem tudom miért. Egy csoport tagja voltam. Úgy tűnt, nem tehetek ellene semmit. A rendőrség egyelőre teljesítette Olson váltságdíj igényének a felét, és három vászonzacskót dobott le a lépcsőn, 350 000 dollár értékű svéd készpénzzel. Olson ezt elutasította, hiszen nagyon újnak tűntek a bankjegyek, túlságosan lenyomozhatónak, ezért régi gyűrött bankjegyeket kért. Miközben a rendőrök az új követelésen dolgoztak, addig Olson megengedte a túszoknak, hogy telefonáljanak. Krisztin beszélt az anyjával, a többiek hiába telefonáltak haza, senki sem válaszolt. Birgitta különösen depressziós volt, mivel két gyereke volt otthon. Amikor letette a telefont, a szeme könnyes volt, Olson odament és megcirogatta a nő arcát. Azt mondta, próbáld újra, ne add fel. Hideg volt a páncélteremben.
Éjszaka, éjfél után Elizabeth arra ébredt, hogy Olson a vállára terítette szürke gyapjú kabátját. Amikor Olson ágyneműt és lepedőt követett, a rendőrség viszonzásként pedig a túszok átvizsgálását kérte. A rablók beleegyeztek, így egy biztos alaposan megnézte mind a négy túszt, akiknek a szülei kérték, hogy vizsgálják meg a túszokat. Sven szülei különösen befolyásos tagjai voltak a társadalomnak. Az ellenőrzés után a biztos furcsa légkörről számolt be. Beszámolt arról, hogy a túszok ellenséges viszonyt tanúsítottak vele szemben. Észrevette, hogy Krisztin elhúzza a száját, és a négy közül senki sem vetett rá kétségbeesett vagy könyörgő pillantást. Az volt a legfurcsább, hogy a túszok látszólagos barátságot ápoltak a rablókkal. Csodálkozva látta, hogy milyen nyugodtak voltak Clarkkal, aki visszavitte őket a páncélterembe. Clark még Krisztin és Elizabeth vállát is átkarolta, megmutatva, milyen biztonságban érzik magukat együtt. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a biztos és csapata példanélküli helyzetbe került, ami ennek még soha nem volt tanúja. A vizsgálat miatt egyértelmű volt, hogy a túszok fizikailag jól voltak, de kiderült, hogy elfogadják a jelen helyzetüket is. Olson felhívta az akkori svéd miniszterelnököt, Olof Palmét. Szinte minden megvolt, amit eddig követelt. Most beszélnie kellett az egyetlen emberrel, aki meg tudta csinálni az utolsó követelését, a túszokkal való szökést. Azonnal felvettem a telefont, mondta később a miniszterelnök. Olson egy percet adott a miniszterelnöknek, hogy meggondolja magát, és hallotta egy túsz zihálását a hatás érdekében. Elizabeth volt az, akit a torkánál fogva ragadott meg. Elkezdte a visszaszámlálást, de amikor 15 másodperc volt hátra, megállt, és hallottam, hogy néma lett a telefon, mondta Palme. Krisztinnek saját telefonhívása volt a miniszterelnökkel, ami körülbelül 40 percig tartott, és nagyon érdekes volt. Ezt a telefonbeszélgetést csak később hozták nyilvánosságra. Nagyon csalódott vagyok, mondta Krisztin a miniszterelnöknek. Azt hiszem, ott ülsz, és az életünkkel játszol. Teljesen megbízom Clarkban és a rablóban. Ugye Olsont hívta a média a rablónak. Nem vagyok kétségbe esett. Nem tettek velünk semmit. Éppen ellenkezőleg nagyon kedvesek voltak. Ezután azt mondta Palmének, hogy azt akarja, hogy hagyja őket elmenni a rablóval, adja nekik a devizát és két fegyvert, és hagyja, hogy elmenjünk. Palme így válaszol. De ezt nem lehet megtenni. Vegyük fontolóra a helyzetet. Bankot raboltak, és rálőttek a rendőrökre. Krisztin a legvalószínűtlenebb módon könyörgötte a miniszterelnöknek. Drága Olof, édesem, lehet, hogy hülyén hangzik, de én a kettőjükkel akarok menni. Krisztin világosá tette a szándékát a miniszterelnök előtt. Ő a rablókkal együtt szeretne kiszabadulni, és velük akar élni. A beszélgetés azzal zárult, hogy Krisztin gúnyosan azt mondta, köszönöm a segítséget. Nem ez volt az egyetlen, hihetetlen telefonhívás a hatnapos rablás alatt. Krisztin anyja felhívta a bankot, és amikor Olson felvette, az anyja megkérdezte, hogy kivel beszélek? Rablónak hívnak, válaszolta Olson. Átadta Krisztinnek a telefont, hogy hallgassa, hogy az anyja szidja, amiért olyan vidám, kötetlen volt a nyilvánosságra hozott interjúk alatt a lánya. Azt mondta az anyjának, hogy a média sokkal rosszabbnak festi le a helyzetet, mint amilyen valójában. Például, amikor Birgitta sírva fakadt a gyermekei miatt, akkor Olson elmondta, hogy neki is van két saját gyereke, és tudja, hogy mit érez. Hamarosan egyetértett a rablókkal, hogy a rendőrség tartsa távol őket a gyerekeitől. De ha azt gondoljátok, hogy csak a nők éreztek szimpátiát, estek bele a rablóba, akkor tévedtek. Még Sven is, akiről a rablók azt mondták, hogy először meg akarták ölni, szóval még ő is azt mondta, hogy Olsont meglehetősen elnézőnek találta. Olson azt mondta neki, hogy le kell lőnie, hogy bizonyítson a rendőrségnek, és hogy felgyorsítsa a folyamatokat, de nem halálos lövés lenne, csak a lábába, és óvatosan céloznék. Később Sven így emlékezett vissza, csak az jut eszembe, hogy milyen kedvesnek gondoltam, amelyet azt mondta, hogy csak a lábamba fog lőni. Volt egy pont, amikor a túszok attól tartottak, hogy a rendőrség könygázt fog használni, hogy mindenkit kiszabadítson. Olson megosztotta a könygázzal kapcsolatos elméletét, ami nem más, mint hogy
15 perc elteltével a gőzök valamit tesznek az agyaddal, és az embereket idiótává teszi az életük hátralévő részében. Azt mondta nekünk, hogy inkább megöl mindannyiunkat, és önmagát is, semmit hagyja, hogy azzal, azaz a gáz mérgező hatása miatt idiótává váljunk. Most is hallom, ahogy ezt mondta. Egy másik alkalommal úgy gondoltam rá, mint egy nagyon kedves emberre. Árult el később Sven. Az egész megpróbáltatás felénél megváltozott a hatalom elosztása, fogalmazott Lindroth biztos. A rendőrök homokzsákokat helyeztek el a bezárt páncélszekrények elé, Orson pedig a páncélszekrény belső ajtaját zárta el, és felhívta a rendőrséget, hogy elmondja nekik az új lépéseket. A rendőrség csak ekkor fedezte fel Orson személyazonosságát, hogy Jan Erik Orsonnal volt dolguk, egy férfival, akiről ismert, hogy komolyan vette a börtönközösségben betöltött szerepét. Egyszer megkéselt egy gyermekmolesztálót, akik a börtöntársadalomban legalul vannak. A rendőrség következő lépése a könnygáz használata volt, ami Orson legnagyobb félelme. A megfelelő gázadagolást szakértők írták elő. Csak annyi, hogy egy időre kiüssék őket, és hogy a rendőrség betörhessen. És majd az orvosok újraélesztik a fogvatartottakat és a foglyokat. Az időzítés volt azonban a lényeg. A páncélterem könnygázzal való befúvása trükkös volt, a bank végül is közel 100 éves volt. Az ötödik napra nem csak a túszok és a foglyok, de a rendőrség maga is kimerült. Alig vagy egyáltalán nem aludtak. Orson koffein tabletták rágásával próbálta magát ébren tartani, de egyre ingatagabb volt, és a páncélteremben erős hangulatváltozás következett be. Ahogy a napok egymásba olvadtak, a műanyag szemetes kosarak a csoport WC-jévé váltak. Egy éjszaka Christine sikoltozva ébredt egy rémálomból, amire Clark odarohant, hogy megvigasztalja. Később, amikor a rendőrség megkérdezte, hogy szexuálisan bántalmazták-e a rablók, mivel hallották a sikolyokat a rejtett mikrofonokon keresztül, Christine láthatóan megdöbbent. De nem csak a sikoltozás késztette ezt a kérdést. Christine közömbösen azt is megemlítette, hogy időnként megfogtuk egymás kezét Clarkkal. Elmagyarázta, Clark gyengítséget adott nekem. Igen, kézzel fogtuk egymást, de nem volt szex. A kézfogástól óriási biztonságban éreztem magam. Ez volt az, amire szükségem volt. Figyelembe véve, hogy a rablók és a túszok mennyire vonzóak voltak, a média úgy tüntette fel, mintha a Trezor egyetlen nagy orgiává változott volna. Noha ez többnyire nem volt igaz, a rablás befejeztével a laboránsok spermanyomokat találtak a szép szőnyegén. Mint kiderült, az egyik este az egyik női túszt, azt nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik, felkereste Orson, és megkérdezte tőle, hogy kaphat-e néhány percet az idejéből. A meg nem nevezett túsz felfedte, hogy beleegyezett egy félszexuális kapcsolatba Orsonnal. Megkérdezte, hogy simogathat-e, én pedig azt mondtam, igen, megteheti, és megtette. Mondta, hozzátéve, hogy a férfi elmondta neki, hogy 21 hónapja nem feküdt le egy nővel sem. A nő szeretett volna intim kapcsolatba kerülni a férfival, és remélte, hogy meggyőzi, hogy adja fel ezt az egészet. Fel voltunk költözve, de megvolt az engedélye, hogy megérintse a melleimet és a csípőmet. Erősítette meg a nő. Soha nem volt több ennél. Orson nem volt erőszakos. Azokat a férfiakat, akik nőket erőszakolnak meg, a legrosszabb bűnözők közt tartjuk a börtönben, mondta a túszoknak. A rendőrség úgy döntött, hogy megszakítja a hozzátartozók hívásait. A túszokat ez nagyon felszaklatta, ez a taktikai lépés. Mert már ugye eleve akkor utálták a rendőröket, mert azt mondták, hogy játszanak az ő életükkel, és ez csak fokozta a köteléket köztük és a rablók között. A közelgő könyvgáztól félve Orson újságpapírral tömte ki a szellőző nyílásokat, hogy ne csak akadályozza a gázt, hanem hogy el is tompítsa a mikrofonokat, és igen, helyesen feltételezte, hogy a rendőrök megfigyelik őket. Orson később bevallott, hogy gondolkozott azon, hogy megölje az egyik túszt, hogy ezzel elősegítse az ő ügyét. Miközben az emberölést fontolgatta, a lányok félelmeire is figyelt. A rendőrség ezután leállította az élelmiszerellátást. Minél barátságosabb volt foglyaival, Orson annál inkább megerősítette vezető szerepét. Sven szerint Orson lett a vész istenük. Clark viszont egyre jobban eltávolodott, még a készpénz egy részét is elégette szórakozásból.
Visszatekintve, Krisztin leírta, hogyan váltak haton a Trezorban e közösségi. Még alvás közben is ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Megváltoztattam a légzésemet, hogy mindenkivel ritmusban legyek. Ez volt a mi világunk. Azért voltunk a páncélteremben, hogy együtt lélegezzünk, túléljük. Bárki is fenyegette a világot, az ellenségünk volt. Az unalmas időszakban csevegéssel, tiktaktó játékokkal szórakoztatták magukat. Birgitta megkérdezte a rablókat, miért nem próbáltak soha rendes embereknek való munkát találni. Nem törődünk azzal, hogy becsekkoljunk a melóba, nem szeretjük az utasításokat teljesíteni, válaszolta Clark. Vasárnap este hangos fúrást hallottak. Könnygáz kezdett áradni a levegőben. Clark ellenkezés ellenére Orson robbanóanyagot helyezett el az egyik szellőző nyílásba. 2 órába telt, mire a fúró áthatolt a betonmennyezeten, és amikor ez sikerült, Orson kioldotta a biztosítékot. Szerencsére senki sem sérült meg. Lindroth ultimátumot adott a rablóknak. Adják át a fegyvert és a robbanóanyagokat a lyukon, különben keményebbek leszünk. Orson visszautasította, a fúrás folytatódott. Sven hirtelen kétségbeesésében elég hangosan felsikoltott ahhoz, hogy meghallják a fúrás közben is. Megragadta a telefont és sürgetően felkiáltott, ne küldj le gázt, bármit is csinálsz. Orson és Clark éppen köteleket helyeztek a nyakukba, és a köteleket a szép fiókok fogantyúira kötözték. Ha gáz jut be, kiáltott fel Orson, a túszok megfojtják önmagukat, ahogy eszméletlenül összeesnek. Lindroth kimerülten hazament. Szendvicseket és sört küldött a Trezorban lévő hatoknak. Több mint 50 óra telt el azóta, hogy utoljára ettek, de Orson nem tudták becsapni. A ropogós bankjegyekhez hasonlóan a sör is hamisnak, vagy szennyezetnek tűnt. Igaza is volt, a rendőrök bevallották, hogy erős hipnotikummal töltötték fel a sörös üvegeket. A szendvicseket azonban megették. A könygázt most megvétózta a rendőrség, és az Euroszol palackok használata mellett döntött. Amint elkészültek a lyukak, bedobhatják őket majd a páncélszekrénybe. A biztos ezután minden kapcsolatot megszakított a Trezorban lévő hatossal. Nincs több étel vagy ital, csak fúrni. Amikor egy 3. lyukat fúrtak, Orson rálőtt egy rendőrre, de a golyó egy védőhomokságba temetkezett. A zsaruk se voltak bolondok. Kedd reggel volt, és a szép sötét volt. Kénytelenek voltak vakon hallani a fúrást. Este 9 órára a 7 lyuk elkészült, és a fúrás leállt. Míg hatan rettettek a legrosszattól, egy speciális egység készült a 15 euroszolos palack beadására, amelyeket egyszerre kellett kiüríteni. Ez egy trükkös munka volt, a Trezoron kívül 3 rendőr állt lefűrészett sörétes fegyverekkel és gázállatszokkal felfegyverkezve, harcra készen, Orson és valószínűleg Clark ellen. A többi tiszt azért állt ott, hogy a megfelelő időben kinyissák a páncélszekrény ajtaját. 6 mentőautó parkolt odakint, és orvosok voltak bent a bankban. Mindenki készen állt, amennyire csak lehetett az akcióra. A páncélteremben a rablók és a túszok nem tudták, hogy odakint mi történik, sötétségben voltak, szívük hevesen dobogott, és várták, hogy megtörténik a legrosszabb. Kedd este, néhány perccel, este 9 óra után a gáz beszivárgott. A rendőrség bekapcsolta a szellőző nyílásokat, hogy a gáz átjárja a helyiséget. Gázállatban nézték az alábbi jelenetet. A túszok ekkor a hurkok nélkül voltak, és bár Orson megparancsolta nekik, hogy tegyék vissza a köteleket, már késő volt. Mindannyian a padlón voltak, fulladoztak, hánytak, könnyes volt a szemük, kétségbe esetten keresték a levegőt. A rabló, azaz Orson, hirtelen felkiáltott, feladjuk, engedjenek ki! Átnyújtotta a fegyverét, és a rendőrök egy kampóval és műanyag zsinórral felemelték a géppisztolyt. Orson attól tartva, hogy megbolondul a gáztól, feladta az irányítást. Ki akart menni, és levegőt akart. Az utolsó átadandó tárgy a robbanóanyag volt. Lesson tiszt azt mondta, hogy először adják neki a biztosítékokat, majd a robbanóanyagokat. Most, hogy Orsont lefegyverezték, a rendőrök azt kiabálták, hogy először a túszokat. De a túszok az izmukat sem mozdították. Ezzel valójában a saját mentésüket utasították el. Krisztin felkiáltott.
Nem, Jan és Clark menjen először. Ha mi megtesszük, lelövik őket. Bármennyire is megdöbbentek ennek hallatán, a rendőrség először Watsont és Clarkot vitte el. De először a foglyulejtők és foglyaik sietve átölelték egymást, a nők megcsukolták a rablókat, Strand pedig kezet fogott velük. 6 nap elteltével a 6 ember kísért át a páncélteremből, Olson és Clark vezette a sort. Amikor Clark és Olson eltűnt az egyenruhák, gázmaszkok és a fegyverek tengerében, a túsztokat hordágyra tették orvosi kivizsgálásra. Svent és a 3 nőt egy pszichiátriai klinikára vitték, 10 napos megfigyelésre és kihallgatásra. Az orvosok arra biztatták a túszokat, hogy beszéljenek a történtekről, és amikor megtették, következetesen arról beszéltek, hogy a rendőrség az ellenség, és nem a rablók. Sőt, köszönetet mondtak a rablóknak, hogy életben tartották őket. Érdekes módon, amikor Christine beszélt, azonosult a bűnözőkkel. Ez volt az a reggel, amikor rálőttünk a rendőrségre, mondta az egyik pszichiáternek. Sven csodálatát fejezte ki Clark iránt, Birgitta pedig meglátogatta Clarkot a börtönben. 30 percig beszélgettek, elvileg csak az emlékekről, semmi különös témája nem volt a beszélgetésnek. Négyüket tanúként hallgatták ki a perben 1974. februárjában. Olsont erőszakos sablással, emberrablással és gyilkossági kísérlettel vádolták, még Clarkot csak erőszakos rablással vádolták. Olsont 10 évre ítélték. Clark egyszerűen folytatta az eredeti büntetését, amelyet már elkezdett, némileg élvezve ezt a 6 napos vakációt. Az 1980-ban szabadult Olson feleségül vette egy nőt, aki csodáló leveleket küldött neki a börtönbe. Tájföldre költöztek, és 2009-ben kiadta emlékiratát, amelyet Stockholm-szindrómának titulált. Hónapok kérdése volt, amíg a pszichiáterek egy másik, nagy portkavart ügy kapcsán kezdték ezt a bankdrámát Stockholm-szindrómának nevezni. Ami Clarkot illeti, folytatta a bűnügyi karrierjét, évtizedekig börtönben volt, kibejárkált, 1976-ban vette feleségül Marike nevű belga barátnőjét, és ez a kapcsolat 1999-ben ért véget. Clark 6 gyermekes apa. Az egészben az érdekesség, hogy a mai hivatalos álláspont szerint csak azokban az esetekben helytálló a Stockholm-szindróma elnevezés, amikor valódi emberrablás és nem csak túlszejtés történik. Szigorúan véve, így ez a stockholmi eset nem is tartozna a Stockholm-szindróma kategóriájába. Erről az esetről rengeteg tévéfilm, mozifilm, sorozat, dokumentumfilm készült. Például a Stockholm című film Ethan Hawke főszereplésével 2018-ban jelent meg, ez egy dráma és komédia egyben. Vagy volt egy 6 részes sorozat, az eredeti címe az, hogy Clark. TV-film Norrmalmstorg címmel jelent meg, a teret hívták Norrmalmstorgnak, ahol a bank állt. Remélem érdekes volt számotokra ez a videó, ha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Ha még nem tetted meg, de hasonló témák érdekelnek, akkor iratkozz fel. A következő videónál találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!